A szőlőművelés valamikor az emberek mindennapjainak része volt, természetes volt, hogy van családi szőlőbirtok. Mára jobbára csak az idősebb korosztály műveli meg ezeket a területeket. Dombóvár, mint ahogy tudjuk, nem tartozik a történelmi borvidékek közé, sőt a jó bortermő vidékek kategóriájában sincs besorolva. Ennek pedig az az oka, hogy nincsenek akkora összefüggő szőlőterületek és olyan nagy területarány, ami ezt lehetővé tenni. Ennek ellenére a talajadottságok, az ökológiai adottságok kiválóak a szőlőtermesztéshez, és nagyon sok olyan ember van, aki nagyon szeret ezzel foglalkozni, részben a saját szükségleteinek és a családi szükségleteinek a kielégítéséhez, részben pedig a szabadidő hasznos eltöltésével kapcsolatban ott le tudja kötni magát, és nem beszélve arról, hogy az elért sikerek viszont nagyon nagy örömöt okoznak neki, és ezáltal még fokozódik a szőlészet iránti kedve. A borászoknál nem kötelező a szakmai végzettség, azonban a Dombóvári Kertbarát Egyesület, most lesz az 50. évfordulója megalakulásának, egyesítette magába azokat az embereket, akik szerették a virágkertészetet, a gyümölcskertészetet, a zöldségtermesztést, és a gyümölcs és a szőlőtermesztést is, és az utóbbi 2 évtizedben az érdeklődés a szőlészet és a borászat irányába tolódott el. Ezért nagyon sokan szükségesnek látták, annak ellenére, hogy minden évben részt vettünk szakmai továbbképzésen, több alkalommal is, szükségesnek látták azt, hogy ők maguk is megszerezzék a szükséges szakmai képesítést, és letették a borszakértői vizsgát, ami nem csak a borok minősítésére, hanem a szőlő ápolására, gondozására és a borok készítésével is foglalkozik. A borászok több ezer éve arra törekszenek, hogy minél jobb minőségű bort szolgáljanak fel a fogyasztók asztalára. A bor minősége nem egy konkrét számadattal jellemezhető paraméter, a megmérettetés mégis fontos a termelők számára. Erre adnak lehetőséget a borversenyek. Mindig szerettem a népi bölcsességeket, és a népi bölcsesség az azt mondja ki, hogy az ember ne kóstolja meg a saját borát, mert arról nem tud véleményt mondani, csak jó véleményt tud mondani. Ezért a borokat mindig idegen emberekkel kell megkóstoltatni, és így alakult ki a Dombóvári Kertbarát Egyesületen belül egy olyan borbírói csapat, akik megfelelő szakmai végzettséggel rendelkeznek, és a borokat objektív módon kell elbírálni. Tehát nem lehet azt figyelembe venni a bor minősítésénél, hogy ki ez a bor, vagy milyen a bornak a fajtája, fehér bor, vörös bor, rozé bor, hanem a bornak a tulajdonságait kell vizsgálni, és utána kell elmondani a boros gazdának az eredményhirdetésnél, hogy mit tapasztaltunk, mi az, amit jól csinált, és ezt így kell folytatni, mi az, amiben esetleg hibázott, és ezt még ki lehet küszöbölni, és mi az, amit nagyon rosszul csinált, és így ezzel a borral nem lehet eljönni a borversenyre. A borversenyeket általában mindig január, február, március hónapokban szoktuk megtartani. Erre azért van szükség, mert a boroknak egy bizonyos érési folyamatra van szükségük. Tehát amikor leszületeljük a bort, és megtörténik a boroknak a hordóba való betöltése, egy bizonyos idő elteltével meg kell fejteni, hogy a levegő részecskék, amik leülnek a hordó aljára, azoktól megtisztítsuk, és le kell ilyenkor kénezni, tehát a szükséges ápolási feladatokat el kell végezni. Január elején ez a folyamat, vagy ez a teendő is megismétlődik, ismét bekövetkezik a borfejtés, és ezt követően, amikor a borok ismét már megállapodtak, és az úgynevezett másodlagos vagy malolaktikus erjedésen is áttestek, akkor szabad a borversenyt megrendezni, tehát érett, fogyasztásra alkalmas borokat szabad a borversenyre elvinni, és azokat lehet objektíven és szakszerűen minősíteni. Erre a minősítetésre adnak lehetőséget a Dombóvári és a térségben megrendezett borversenyek is, melyek időpontjai már kiválasztásra kerültek. Ennek a háromnegyed része már eljutott hozzám, tehát már megvan, hogy az idei borversenyek mikor kezdődnek, február közepén, és vége lesz március végén a borversenyeknek. És minden faluba, amikor megvan a borverseny, utána kimegy a borbírói csapat, mikor elkészültek az oklevelek és az érmék, és akkor értékeljük a borokat.
és a borok értékelésénél elmondjuk azt, hogy mi az, ami jó, mi az, ami kevésbé jó, mi az, amilyen változtatni kell. Az előző évek sikeresnek mondhatóak a dombovári gazdák számára, hiszen a Dél-Dunántúli régió Pécsi Borklubjának kistermelői versenyén szép sikereket zsebeltek be a gazdák.